Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! November 17-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi Fidesz kongresszusán bejelentette, a nyugdíjasok februárban egy összegben kapják meg a 13. havi nyugdíjat. Emellett a fiatalok és a családosok is komoly kedvezményeket kapnak jövőre. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, komplex felújításon és bővítésen esik át a József Attila úti orvosi rendelő. A kormányzati TOP és önkormányzati forrásból bruttó 530 millió forintból megvalósuló beruházás során a gyermekorvosi és a házi orvosi rendelők közé egy védőnői épületszárnyat is felhúzna. Adventre készülnek Győrben is, már építik a jégpályát és az óriás kereket a Dunakapu téren. Tavaly a jégpálya hiába készült el, a koronavírus járvány miatt használni már nem lehetett. Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi Fidesz kongresszusán bejelentette, a nyugdíjasok februárban egy összegben kapják meg a 13. havi nyugdíjat. Ezt a döntést nagyon sokan várták, nyilatkozta a Győr Plusznak Kara Ákos. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy a nyugdíjasok mellett a fiatalok és a családosok is támogatásokra, kedvezményekre számíthatnak a következő időszakban. Simon Robert Balázs, a térség másik Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte, ezek a juttatások az Európában is egyedülállónak számító 6,8%-os magyar gazdasági növekedésnek köszönhető. Kara Ákos és Simon Robert Balázs, a térség két Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője, azokról a döntésekről beszélt, amelyek érintik a társadalom legjelentősebb csoportjait. Korábban a Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi megígértük, hogy ezt vissza fogjuk adni. Most a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor bejelentette, hogy jövőre teljes összegben visszakapják a nyugdíjasok ezt a 13. havi nyugdíjat. Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés és egy fontos döntés, és nagyon sokan várták ezt a döntést. Komoly támogatásra és kedvezményekre számíthatnak a gyermekes családosok is. A 25 év alatti munkavállalók pedig adómentességet kapnak. A 13. havi nyugdíj visszafizetése mellett a gyermekes családok számára is fontos kormányzati intézkedések születtek, hiszen összesen közel 600 milliárd forint az az összeg, amelyet a gyermekes családok visszakapnak a következő esztendőben. Emellett nagyon fontos, hogy a 25 év alatti fiatalok tekintetében is életbe lép januártól a személyi jövedelemadó mentesség a jövedelem határnak egy bizonyos szintjéig, de ez is 140 milliárd forint, illetve a gyermekeseknek visszajáró 600 milliárd forint összességében azt mutatja és azt jelenti, hogy nagyon jelentős összeget kapnak vissza a családok, illetve nagyon jelentős összeget kapnak vissza a fiatalok. Simon Robert Balázs arról is beszélt, hogy Magyarországon a munkavállalók száma jelentősen emelkedett 2010 óta. 2010-ben a munkavállalók létszáma Magyarországon 3,7 millió fő volt, napjainkban pedig 4,8 millió körül van, ami azt jelenti, hogy több mint 1 millióval többen dolgoznak 2021-ben, mint 10 évvel ezelőtt. A munkanélküliségi ráta az Európai Unió átlagában 6,2%, és Magyarországon pedig 3,8%. A Győr és Győr környéki adatok ennél lényegesen jobbak, 1,5% körül van, hiszen Győr az ország egyik gazdasági húzó ereje. A magyar gazdaság 2021-ben a vártnál lényegesen jobban teljesített. A 6,8%-os növekedés az EU-ban is kiemelkedő. Hogyha megnézzük a legfrissebb adatokat, akkor azt láthatjuk, a 3/4 éves adatok azt mutatják, hogy a gazdasági növekedés 3/4 éves adatok alapján 6,8% a tavalyi év azonos időszakához képest. Az Európai Unió átlagánál ez lényegesen magasabb, és annál is magasabb, amit előjeleztek tavaly, hiszen a pénzügyminisztérium, illetve a költségvetésben 5,5% jelent meg. Ez azért pozitív, mert én úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a gazdaság teljesítménye, a gazdasági növekedés, hiszen ez tesz lehetővé jóléti intézkedéseket és különböző adó intézkedéseket is, amelyek napjainkban, illetve a következő év január 1-től kerülnek bevezetésre. A kormány arról is döntött, hogy 2022-ben 2,5%-kal csökken a szociális hozzájárulási adó, így a megszűnő szakképzési járulékkal együtt közel 600 millió forinttal több marad a munkaadóknál.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, komplex felújításon és bővítésen esik át a József Attila úti orvosi rendelő. A kormányzati TOP és önkormányzati forrásból bruttó 530 millió forintból megvalósuló beruházás során a gyermekorvosi és a házi orvosi rendelők közé egy védőnői épületszárnyat is felhúznak a szakemberek. Kedden délután Kara Ákos országgyűlési képviselő, Hajszán Gyula és Diligens Tibor, a terület önkormányzati képviselői, valamint a kivitelező cég bejáráson vettek részt a munkálatok helyszínén. Az új orvosi rendelő terveit mutatja a kivitelező az országgyűlési és önkormányzati képviselőknek kedden. Így fest most a József Attila úti épület, amit még szeptemberben kezdtek el felújítani. A kormányzati TOP és önkormányzati forrásból megvalósuló bruttó 530 millió forintos fejlesztés során a gyermekorvosi és a házi orvosi rendelők közé egy védőnői épületszárnyat is felhúznak a szakemberek. Ennek már elkészült az alapja. Országgyűlési képviselőként arra törekszem, hogy az egészségügyi alapellátás abban a térségben, ahol országgyűlési képviselőként dolgozhatom, rendben legyen. Így az elmúlt sok-sok esztendőben polgármesterekkel, a vidéki polgármesterekkel, illetve a győri polgármesterrel is arról beszéltünk, hogy mindent megteszünk azért, hogy javítsunk az egészségügyi alapellátás feltételein. Ez ugye a felnőttek, a gyerekek házi orvosai rendelőire vonatkozik, illetve a védőnői szolgálatnak a olyan fejlesztésére a térségben, ami méltó körülményeket biztosít, mind munkakörülmény, mind pedig hát a betegek, az ellátásra várók szempontjából is. Így az elmúlt időszakban, az elmúlt években 25 olyan fejlesztés volt, beruházás volt a választókerületemben, ami előrelépést hozott, fejlesztést jelentett. Szabadhegyen és Kismegyeren összesen 15 ezeren élnek. Őket ez a háziorvosi és gyermekorvosi rendelő szolgálja ki az itteni praxisokkal. A két városrész lakói használják ezt a szolgálatot, ezért is fontos ez a fejlesztés a területek önkormányzati képviselői szerint. Modernizálva lesz, bővítve lesz, a védőnői szolgálatnak lesz a helyszíne, a középső részén egy hatalmas hely, és nyilvánvaló, ha modernabb és nagyobb, akkor világos, hogy nagyobb a kapacitása is, meg ráfért egy kis felújítás. Egyrészt van ez a városrész, Kismegyer, Szabadhegy, másrészt a Tatai térségébe, Sashegy térségébe rendkívül raknak most már álló jellege. Tehát feltehetőleg őnek is szükségük, mint az orvos ellátása, és nyilvánvaló, ez van a legközelebb. Tehát e tekintetben rendkívül módon indokolt ennek a létesítménynek, egészségügyi létesítménynek a bővítése. Az idéglenes rendelő Kismegyeren az Arató utca 3 szám alatti önkormányzati ingatlanban kapott helyet. Hajszán Gyula és Diligens Tibor önkormányzati képviselők elmondták, felmerült az is, hogy ez a rendelő megmaradhat majd a jövőben. A kismegyeri rész, ahol most átköltözött gyakorlatilag ez az egész intézet, az jövő december 2-án visszaköltözik. Mi szeretnénk, hogyha maradna. Nem lenne olyan zsúfolt egyébként a József Attila úti, és a kismegyereknek szerintem valamilyen szinten egy gyorsabban megközelíthető, kényelmesebb orvosi rendelőre adhatnak igényt. Feltétlenül szükség volna rá, most már régóta mutatkozott rá igény, illetve volt lakossági megkeresés e tekintetben. Hát én próbáltam konzultálni szakmával is, illetve hát a város vezetésével is e tekintetben. Hát nem olyan egyszerű dolog egy praxis megalakítani, mert annak közgazdasági pontjai, szempontjai is vannak. Hát úgy érzem, most a lakosságszám bővüléssel szerintem indokolt lehet. A fejlesztés részeként a Móra Parknál a rendelő mellett 16 új parkolóhelyet is kialakítanak, ami nagyban segít majd az itteni parkolási gondok felszámolásában. A megújult József Attila úti rendelő várható használatba vételének időpontja 2022. december 2-a. A képviselők kérik addig az itt élők türelmét és megértését. Adventre készülnek Győrben is, már építik a jégpályát és az óriás kereket a Dunakapu téren. Tavaly a jégpálya hiába készült el, ugyanis a koronavírus járvány miatt használni már nem lehetett. Idén november 26-án pénteken gyúlnak fel a belvárosi fények, ekkor nyílik a korcsolya pálya is, ahol lehet majd siklani vagy a jégrevűben gyönyörködni. Egyelőre a szabadtéri korcsolyapálya használata kapcsán még nincsenek szabályozások. A szervezők pedig bíznak benne, hogy a maszkon kívül más nem lesz majd szükséges a jókedvű csúszáshoz.
Nagy tömeg gyűlt össze a Dunakapu téren felállított jégpálya kordonjai mögött. Mindenki a jégre vütt várt, amelyet az adventi időszakban hétvégente nézhettek meg a győriek. Tavaly azonban hiába épült meg a szabadtéri pálya, a koronavírus közbeszólt, így nem lehetett használni. Idén azonban újra lehetőség lesz korcsolyát húzni, az pedig a vírus terjedésétől függ, hogy lesznek-e korlátozások. Tavaly is megépítettük, mert nagyon akarta a város, mert mindenki hát ostromoztak bennünket, de ugye akkor sajnos leúzták. Hát bízom benne, hogy most nem, mert most ugye van egy kormányprogram, városokban szponzorálják a jégpályákat, mindenhol építenek. Hát szerintem nem lesz gond, meg szabadtér. Meg hát ha nagyon be fogják szigorítani, akkor szerintem újításival lehet jönni korcsolyázni. A korcsolya pályát már elkezdték építeni, ahogy az óriás kereket is. A csapat abban bízik, most már elég hideg lesz ahhoz, hogy a pálya minősége is tökéletes legyen. Egy jégpályát kell építeni egy lejtős talajra, és 4 nappal később kezdtünk. De hát bízom benne, hogy az idő kegyes lesz, és utolérjük magunkat, és időre megleszünk. A jégcsinálásról beszélgettünk az előbb itt, hogy ezt hogy tudják biztosítani, hogyha mondjuk a hőmérséklet nem lesz olyan magas, akkor is megfelelő minőségű legyen? Hát azért 10 fok fölé már nem menjen, mert akkor már kellemetlen. Meg ha már van egy 3-4 centis jégréteg, akkor már könnyebb. Az indulása nehéz, amíg fölhizlaljuk 3 centire, azt utána egy olyan 10 centi jeget kell csinálni, és akkor utána már nincs gond a meleggel, se csak a napsütés az egy kicsit megolvasza, de visszafagy mindig. A korcsolya pályát november 26 péntek estétől lehet majd használni, ekkor gyúlnak majd fel a város adventi fényei is. Ettől kezdve a karácsonyi vásárban is lehet nézelődni vagy forralt borozni. Minden páros egészkor jön, és másfél órás lesz a turnus. Az ugyanúgy, minden ugyanúgy lesz, ahogy eddig volt, és minden hétvégén lesz vagy bemutató, vagy revű. Szombat, vasárnap, 6 órakor a gyerekek már készülnek, nagyon komoly kis revű lesz. Ez még titok, majd nézze meg mindenki. Győrben emellett a város zárt műjégpályája is várja a sportolni vágyókat. Itt hétfőtől csütörtökig 8 és 2 óra között, pénteken emellett már este 6 és 8 óra között is lehet korcsolyázni. Szombaton és vasárnap pedig 2 órás turnusokban, 10-től délig, délután 3-tól 5-ig, valamint este 6-tól 8 óráig várják a korcsolyázókat. Izgatottan várják a borászok a 2021-es nedőket, hiszen ahogy fogalmaznak, idén kegyes volt az időjárás a tőkékhez és azok műveléséhez. Csak augusztusban több mint 200 mm eső esett térségünkben. Ez pedig kedvezett a gyümölcsnek, mind az érésben, mind pedig abban, hogy megfelelő illat és aromaanyagok képződjenek. A pannonhalmi borvidéken jelenleg is komoly munkálatok zajlanak. Hazánk egyik legfiatalabb borvidéke a pandémia okozta új piaci kihívásokra is tudott reagálni. Zajlanak a munkálatok a nyúli hangyál pincészetben. Az augusztus végén, szeptember elején kezdődött szüret után is akadt teendő bőven. Lelkiismeretesen dolgoznak a borászok azért, hogy ezúttal is üde és illatos, testes és karakteres borok készüljenek a pannonhalmi borvidéken. Az elmúlt évek tendenciáit és a várakozásokat felülmúlva 2021-ben az időjárás is kegyes volt a gazdákhoz és a szőlőtőkékhez. A borok szép illatokkal és savakkal jelennek meg. Igaz, valamivel nagyobb alkoholtartalomra lehet majd számítani, hiszen nagy volt a cukoráramlás a szőlőben. A termelők nagyon megijedtek már az előtte levő 3 évben, hogy megváltozott kicsit a klímánk, hogy az esők elkerültek minket, de a 2021-es év újra innen jöttek vissza a Kisalföld részéről az esőfelhő. Ugye az elmúlt 3 évben mindig egy kicsit máshonnan jött az eső, elment Nagykanizsa, beálljött az eső, elment a Balatonnál, Budapest és Egernél távozott az esőfelhő, és nagyon sok aszályos napok voltak a múlt években. Még ez az év, ez teljesen más. Megkaptuk azt az esőmennyiséget, amire szükségünk volt. Augusztusban lejött több mint 200 mm csapadék, ami nagyon kedvezett a szőlőnek, mind az érésben, mint pedig, hogy megfelelő illat és aromanyagok képződjenek a szőlőben. A 10 éve működő 12 hektáron gazdálkodó nyúli borász család idén mert nagyot álmodni. Ahogy az a képeken is jól látszik, a rajnai rizling egy részét még nem szüretelték le. Ebből ugyanis nagy, testes édesbort szeretnének készíteni, amire térségünkben 8-10 évente van lehetőség. S bár az időjárás bőséges és kiváló minőségű gyümölcsöt eredményezett, mégis akadtak nehézségek. Minden évben kihívások és kihívások jönnek a természet miatt. De úgy igen nagy problémák nem voltak, könnyű volt az évünk, növényegészségügyi szempontból is. Pont akkor jött az eső, mikor kellett,
Inkább egy kicsit a külső tényezőkkel, ugye azért volt ez az évünk, egy kicsit anomáliák voltak, mind a kereskedelemben, mind egy kicsit a marketingben másképpen kellett megjelenni, de nem a szőlőtermesztés volt a legnagyobb probléma ebben az évben. Ez pedig már Gyűrűj barát, a Pécsinger pincészet otthona. A szakemberek itt 80 hektáron dolgoznak, több mint 10 féle bort készítenek. Ez a folyóborok mellett megközelítőleg 15 ezer palackot jelent. Sőt, 100%-os natúrszőlőlé is szerepel a kínálatukban. Ez idén sem lesz másként, sikeres volt a termelési szezon. A tartályok kiváló alapanyagokkal vannak teli. A régi könyvekben, hogy meg van írva, hogy mikor melyik fajtát kell szüretelni, most ez az évjárat is olyan volt, megfelelő savszerkezettel tudtuk szüretelni a szőlőket, ezért jó aromatikára és tartós borokat lehet készíteni ebbe az évjáratba. A termésmennyiség az vártnál magasabb mennyiséget tudtunk beszüretelni, ez az augusztus és a szeptemberi esőzéseknek köszönhető, de szerencsére a minőséget nem rontotta. A készülő kiváló nedűknek hála a pincészetek a jövőben is nagy reményekkel indulhatnak a hazai vagy éppen nemzetközi megmérettetéseken. A panonalmi borvidék az folyamatosan fejlődő borvidék, illetve a 22 borvidék közül az egyik legfiatalabb borvidék, ugye ütetvények szempontjából is, illetve nagyon sok új borászat alakult az elmúlt évtized során. Hát remélhetőleg azért sikeresen fogunk szerepelni ezeken a borversenyeken. A borvidék a pandémia okozta új piaci kihívásokra is tudott reagálni, ami pedig a borászok szerint külön öröm, hogy a helyiek közül még többen észrevették, hogy színvonalas borászatok működnek a területen, így folyamatosan érkeznek az új vásárlók is a pincészetekhez. Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját a Győri Gárdonyi Géza általános iskola. A kerek születésnap kapcsán konkrét című műsorunk felvételén Gecsei Kolos járt. Az intézmény igazgatója elmondta, az elmúlt 100 évben nem változott az iskola alapításakor megfogalmazott célkitűzés, vagyis a hazáját szerető, a munkát megbecsülő, az embertársakat tisztelni tudó ifjúság nevelése. A műsorban szóba került a múlt, a jelen és a jövő is. Idén 100 éves a Győri Gárdonyi Géza általános iskola, az intézményt 1921-ben alapították a város második polgári fiúiskolájaként. 1924-ben vette fel Gárdonyi Géza nevét, az intézményvezető szerint sikerült az elmúlt 100 évben megtartani az alapításkor megfogalmazott értékeket. Az látszik az alapvető dokumentumokból, emlékkönyvekből, hogy a 100 év alatt ez a három érték végig kíséri az iskola életét. Nem csak az alapító atyák fogalmazták ezt meg 1921-ben, hanem azóta is minden igazgató vallja, képviseli, a nevelőtestület pedig magáévá tette ezeket a gondolatokat, olyannyira, hogy zászlószalagra, illetve minden emléklapunkra ezeket a gondolatokat fogalmazzuk meg, és adjuk útravalónak, gyermekeinknek, tanítványainknak és a hozzánk látogató vendégeknek is. Valóban ezt látjuk fontosnak, hogy a hazához, azon belül nyilván Győrhöz, a munkához, náluk a tanuláshoz, aztán később az érdemi, komoly értékteremtő munkához, illetve az embertársakhoz megfelelő módon, alkotó módon, illetve tisztelettel tudjanak viszonyulni. Gecsei Kolos szerint a legfontosabb feladatuk, hogy felkészítsék a fiatalokat a tovább tanulásra. A remek tanulmányi eredmények önmagukért beszélnek, de az intézmény vezető szerint ettől még nem iskola az iskola. Közösségi programjaink, mint versenyeink, országos logikaverseny, a megyei fordítási verseny, vagy az újabban próbálkoztunk a sakverseny újraélesztésével, illetve a táboraink, mint az erdei iskola, az idegen nyelvi tábor, a vándortábor, sítábor, Győrúj baráti táboraink, ezek teszik igazán gárdonyivá a Gárdonyit. Ugye a jelen helyzetben, vírus helyzetben sajnos ezeket érte a legnagyobb kihívás. Tehát, hogyha össze kellene foglalni a jelent, én azt mondom, hogy örülünk mindennek, amit sikerül megvalósítani. Győr ebben az évben ünnepli királyi várossá válásának 750. évfordulóját. A két kerek évforduló kapcsán Gecsei Kolos elmondta, reméli még sokáig a város ölelésében az önkormányzat támogatásával dolgozhatnak Győrben. Kicsit viccesen fogalmazva, hogy Győr város szívében már van egy iskola,
ezért oda nem pályázhatunk, viszont Győrváros ölelésére arra mindig is számítottunk. És azt hiszem, ez szépen kifejezi ez a kép. A 750 éves Győr városának ölelésében 100 éve fejlődik, gyarapodik ez az iskola, és nagyon bízunk abban, hogy a következő 100 évben is hasonlóan támogató, szerető légkört tapasztalhatunk meg, és tényleg a győriekért dolgozhatunk. A szerda este 20 óra 40-kor és 20 óra 25-kor kezdődő Konkrét című műsorunkban részletesen is hallhatók lesznek a 100 éves Gárdonyi iskola első évszázadának fontosabb pillanatai. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.